sors szeszélye szerint szépen ágon én is magyarnak születtem, harmadik gyermekül egy olyan családba, amely kevés földön sok küzdelemben gazdálkodott. Apámtól a sűrű kedvét, a világjavító indulatot és a forma érzéket örököltem, kedves anyámtól a humort, a lélek és a szív költői rítelmiseit, az ősöktől pedig, akik öltöttek a szabadság jussa fölött, a vigasztó szimondák. Istenem, kicsi Móka! Csillag hajlik az utadba! A szemünket szikráztatja, a színünket himbáltatja. Emlékeink a bajgatja, az a csillag, kicsi Móka. Ugye szép domokos Anna? Zöldünket fenne a Hargita. Hely Istenem, kicsi Ábel, csillag repdes az utadba, hogy te arra tüstént rálej. Az út magát mutogatja. Az ösvény előre kitetszik, a legényfa kivirágzik, álmainkkal becicázik. Ja Istenem, kicsi Móka! Halált világló éjszaka, csillag hullik az utadba. Hajnali madár Nyikóba, kicsi Ábel, kicsi Móka. Édesanyám a zsebkendő csücskéből kioldotta a pénzt, amit magával hozott volt, abból kifizette a valamicske bératási díjat, és megvette az ABC-s könyvet is. Ami 3 picula, vagyis 30 pralcár volt, úgy emlékszem. Amikor mindez megtörtént, azt kérdezte tőlem. Örülsz-e, hogy iskolába fogsz járni? Ahogy néztem a várakozó, szép arcát, nem is tudtam, mit feleljek. Mert amiket láttam, amiket gondoltam, azok még mind össze-vissza voltak bennem. És hazudni nem akartam. Hát nem felelsz. Örvendsz-e annak, hogy iskolába jársz? Meglátom. Kedvesen nevetett ezen, majd hirtelen kihúzta maga fel az asztal fiókját, onnét kivett egy képet, és azt nekem adta. A képet nézegetve mindjárt láttam, hogy nem valami szentet adott nekem, hanem egy bagoly ábrázolatot. Nézd, itt valami írás is van alatta. A kép alá mutatott. Arra már kíváncsi voltam, arra az írásra, mert lehet, hogy csak a bagoly neve volt odaírva, de még inkább lehet, hogy abban az írásban lesz a kép magyarázata. És amíg ezt gondoltam, addig édesanyám megfejtés alá vette az írást, és addig betűzte, míg az jött ki belőle, hogy... Tudomány. Hétfő reggel jókor felkeltem, nehogy elkéssem, felöltöztem az új cipőbe, és abba a ruhába, ami éppen volt, és ami nem lett jobb attól sem, hogy magam körül forogva nézegettem. Édesanyám egy tarisnyát is vart nekem, valami ritkásan szőtt gyapjas gyapjú szövetből volt. Sötét zöldre volt festve, és piros csíkok voltak rajta. Ebbe a tarisnyába belétettem az ABC-s könyvet, majd egy tarka takaró ruhába csombolygatva azt a darab kenyeret is, amit az iskolába szándékoztam vinni. Édesanyám kihajolt utánam az ablakon, de csak azt mondogatta. Ügyelj magadra, nehogy valami baj érjen. A szabadság frissze lehajtott egy ismeretlen világ felé, melyről a bagoly hozott nekem tudomást. Én megyek. A világ szép és változatos. Az éggel, a földdel és a levegővel együtt. És tele van minden olyan jóval, amire az emberek csak vágyódhatnak. Az ember mégis mindig elégedetlen. Itt van például ez a rangos barát, akiről bátran hihetnénk, hogy magának való, boldog életet él. És hát nem más vágyódásai vannak neki is? De bizony más. Mert lám a városból és az emberek közül a vadonba vágyódik, hogy egyes-egyedül keljen, és egyes-egyedül feküdjék. Vele szemben itt van pedig Ábel, aki a vadonban él. Egyedül kell és fekszik, ő viszont a városban.
az emberek közé vágyom. Ki rendezi ezt így? Vagy ki igazgatja az ember útjait sohasem arra, amerre ő szeretne menni? Nagy hegyek vannak, nagy fák vannak és nagy tornyok vannak. De ezt a kérdést nagysággal fel nem éri. Ellis Island! Sok mogorva hivatalnokán és vizsgán átrejbődve végre kivetődtünk a városba, a kegyetlen nagyvárosba. Minden babilonok közt a legnagyobb babilon. Füsttengerben égtelen zaj és életiramban élt és izzott immár a cél. New York! Mikor bejöttem a szélítő háztömbök, az autósok ezrei, és minden életnek ideges mozgása közé, egyszer éreztem, hogy elnyelt a város, mint a bujdosó legényként a sárkány. Beszéd és jel nélkül láttam, hogy mindenki erejét felihazva egyetlen cél felé rohan. Ezek a célok mind különböznek egymástól, és elállják egymás útját. Élet! Belém döbben, mint egy rám lőtt nyíl. Soha még ilyen nagyon, ilyen kitérés nélkül is irgalmatlan. Ösztönösen emlékeim elhagyott életem után kaptam, és végig borzongott egy erőfeszítés rajtam, melyen ki akartam magam szakítani a forgatagból, de rögtön visszahúltam, és megadtam magam. Hiszen minden itt van, amit akartam. Végre fedél alá kerültem, fáradt voltam, lehúztam. Minden percben zúgott és zakatolt végig. Fordulódtam, az otthoni jó csendet idéztem, fejemet a párnán ládugtam, sehogy sem tudtam aludni. Azok a mocsok vonatok folyton rázták a fejem fölött épített vasút bordáit. Meg kell bolondulni! Itt vagyok. Ezt akartam. Hirtelen az a gondolatom támad, hogy maga az Isten vezetette ez az emberhez. Mert lám itt a szemem előtt, és borzasztó kínok között vetél el az ördögöt. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Aki bizonyosan tévutakon hordozta ez idáig, és megakadályozta abban, hogy ennek a világnak a dolgaiban tisztán láthassunk. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. De ha most meg tud szabadulni az ártó és zűrzavaros gonosztól, akkor tisztán, az Isten lelkével fog válaszolni minden feltett kérdésre. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Így hát tőle fogom megkérdezni azt is, hogy mi célra vagyunk ebben az életben. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. A maga lelke most tiszta. Mondja meg tehát nekem, mi célra vagyunk ezen a világon? Megmerevedett egy pillanatra az arca, majd hirtelen kacagni kezdett. És kacagás közben folyton azt mondogatta, hogy furcsa. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Ahogy ezt kimondta, ismét kacagni kezdett. De nem éppen úgy, ahogyan az előbb, hanem a keserves és az örökké hontalan ember könnyes kacagásával. Még a térdét is csapkodta, miközben folytak a könnyei. Majd hirtelen azt is abba hagyta. Újra a szememben tekintett,
aztán szaladni kezdett. Lefelé a hegyen. Úgy szaladt, mintha nem is ember lett volna, hanem valami fekete angyal. Amíg láthattam, utána néztem. Aztán leültem a földre is, fejemet két tenyerembe hajtottam. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Igaza van. Hát nem is lehetünk más célra ezen a világon, mintsem, hogy otthon lehessünk valahol. Késedel nélkül haza fogok menni, hogy otthon lehessek ezen a világon. Hát igaza van. Nem lehetünk más célra ebben az életben, mintsem, hogy otthon lehessünk. Késedem nélkül haza fogok menni, hogy otthon lehessek. A megbocsátódó emberek, a folyton egymásra morgó népek. Miután mindent megismertünk, vissza kell mennünk oda, ahol otthon lehetünk. Elindultam lefelé a hegyen. Nem bántott semmi sem. És nem tépett a szerelem sem. Hanem csak azt gondoltam magamban, hogy amiképpen most búcsúzik a földtől a nap, úgy fogok búcsúzni Amerikától én is. Oda vagyok magáért, a fekete bajáért, engem fel egy szabáért, mosolyáért. Oda vagyok egészen, a szívem nevelésem, hallgassa meg a... Áronka világfi volt, gálás férfi ember és a hölgyeknek is kedvenc. Sokszor emlegetett és leírt családi történet a következő. A közismert Gavallér vidékétről tértem haza, amikor a Vulkán utcai Szászvillában Isvánnak Péter estély zajlott. Ez az alkalom nyitott volt a vendégek családtag és a díszvendégek számára is. A társaság hangulatának csüppantján éppen táncolt, amikor úti ruhámba öltözve betoppantam. A jelenlévő hölgykoszorú jeles művésznő tagja végigmért, és csak ennyit mondom. Ábel a rengetegben. Tamás is sarkon fordult és támadott. Anyám kétségbe esett el, rohant utána. Áronka, Áronka! Kiabálta, de mind hiába. Nem sok idő telt el, mikor a szobalány ismét a vendég érkezését jelezte. És megjelent Áronka, a világfi, smokingban tökéletes eleganciával. Művésznök ismét végigmérte, és csak ennyit mondott. Ábel Amerikában. Hatalmas nevetés oldotta a hangulatot, és Áronka derékon ragadta a sértegetőt, és a zene hangjára táncolni kezdte. A nyár végi szellőszárnyán indultunk el abba a vidéki módos faluba, ahová meghívásunk szólott. Az irodalmi estét, vagyis pontosabban művészi számokkal fűszerezett írói estünket a községháza nagy tervében le is folytattuk. Az irodalmi szolgálat után kellető vacsorán vettünk részt. A falu nevében számosan ültek velünk együtt az asztal mellett, és a számosak között a református pap és a felesége is. Maga a pap szőke, magas, sovány és fiatal férfi volt, aki jábor pohárköszöntőt is mondott, magasztalva az urat. Felesége láthatólag jámborságában nem osztozott a tisztelendő férjével, hanem inkább osztozott a parázs melegével és csillogásával. Kitüntető barna szemét néha rajtam felejtette. És ez nekem elég baj volt, mert a bűntolai annyira meggyűltek bennem, hogy
Egy vér se kezdhetett volna azokból fészket vetni. Nem tudom, hogy a féltékenység ördögfiát a pap általában magában hordozta-e, vagy csupán a másnap kötelességére gondolt, de egyszer csak felállt az asztal mellől, és így szólt. Hát akkor Lenni, mi induljunk haza. A papi lakás kapujáig többen elkísértek, és bent a házban sem vesztegettük az időt, mert másnap vasárnap lévén a prédikáció felől a tiszteletes úrnak elmélkednie kellett. Így aztán hamarosan mindenki a saját ágyában elmélkedett. Nem tudom, hogy a pap mire jutott az ágyában, és azt sem tudhatom, hogy Nelly az álom és ébrenlét párkányán miképpen ügyeskedett a reggel felé. Csupán azt tudom, hogy én, az Isten esendő fia, bűneim bokrába húzódtam, s ott hamar elaludtam. Másnap reggel frissen ültünk az asztal mellé, hogy elköltsük a gazdag és ízletes reggelit. Nelly örömében és jókedvében valósággal illatozott. A pap pedig elnézést kért, hogy magukra hagy. Kicsi idő múlva kézbe vette a Bibliát, és mint jó katona fegyverével kivonult a tornácra. A szoba ajtaja, mely mögött elfogyasztottuk a gazdag és ízletes reggelit, a tiszteletes úr kivonulás után nyitva maradt. A kora reggeli napfényben, ezen a széles tornácon lassan le is felsétálva kezdett elmélkedni a tiszteletes úr. A reggeliz asztal mellől, mely egy nagy cserépkája fedezékében állott, Nelly és én láttuk a papot. Valahányszor elment a nyitott ajtó előtt. Láttuk, és a járás ingája szerint ketyegett bennem a vágy. És amire én gondoltam, azt Nelly mindjárt meg is fejtette. Mert háttal a nagy cserépkájának támaszkodott, és beborító szemekkel úgy nézett rám. Vigyázni kell! Bízza csak rá! De én gyarlósággal már annyira tetéző voltam, hogy miközben ő a vágyaim kerekei alatt kiszörgött, én a cserépkája mellett sűrűn kitekintve úgy igyáztam magunkra. Mondhatom, sűrűbb és feszültebb figyelemben kellett lennem, mint a Biblia fölött a papnak. Úgy hiszem, hogy azokban az egymásra hulló percekben egészen penészes fia voltam az Istennek. Akárhogyan volt is, idő jöttével együtt, hárman indultunk a templom felé. Éreztem, ahogy mentünk, hogy édeskeveset tért haladban gyengébb a lábam, mint ahogy az szokott lenni. De az Isten tisztelet végére a templomi nyugalom annyira a helyre hozott, hogy ebédnél már paripa is lehettem volna. Ha jól meggondolom, az is voltam a reggelizattól. Csak éppen elegendő idő nem volt arra, hogy bennem a vér viháncoljon. Mert indulnunk kellett a vonathoz, a vonattal pedig haza. Számosan kikísértek az állomásra, és köztük Nelly is, aki úgy állt a vonat ablaka alatt, mintha valami csodára várna, amely közén keverni. A csoda helyett azonban a mozdony fizetett ki egy fütszóval, és a vonat megmozdult. Azóta is valahányszor eszembe jut a buzgó tiszteletes és a napfényes Nelly, akaratlanul is dúdolni kezdem a zsoltárt. Jeromos úr! Tegye el kérem azt a plakátot! Miért tenném el? Ezt legyen el! Vajon azért, hogy titkoljam a nép előtt az igazat, ami ezen írva van?
Hát nem igaz ez? Hallgassátok csak meg! Gazdák, munkások, falvak lakosai, elhanyagolva érdegéltek, mert senki sem törődik veletek. Vezéretek nincs, aki jóra vezet. Mint hitvány a hamis próféta, de hamarosan eljön ide közétek az igazi. És ő nem csak prédikálni fog nektek vizet, hanem meg fogja mutatni nektek a boldogulás útjait. Kezdetben pénzzel is fog támogatni benneteket. Nagy és erős lesz ő, boldogító a politikája, melynek jelszava: le az urakkal, éljen a nép! Szóljon a nép! Igaz az, amit olvastam? Igaz! Aki azt mondá, hogy igaz, hiszékeny ember, és nem tudja, mit beszél. Mert a nép vezetésének a dolgában nem a szó és a fecsegés után ítélünk, hanem az élet és cselekedet szerint. Kérdezzétek meg tőle, mi az ő élete? Velünk él. Igen. Én veletek élek, és úgy, ahogy ti éltek. De ti tudjátok-e vajon, hogy ennek a jövevény úrnak micsoda élete van? Ha mondja meg! Jól van, megmondom nyíltan és röviden. Az én életem az igazság és a becsület. És mi az igazság? És mi a becsület? A nép akarata az igazság, és annak kiharcolása a becsület. Azt hiszi, hogy mindig az az igazságos, amit a nép akar? Azt hiszem. És ebben az óriási nagy hitben cselekszik a népért? Mit cselekszem? Nem papolok, mint maga, hanem áldozok is érte. Testvérek, nem a szó és a fecsegés után ítélünk, hanem a cselekedet után. Nézzétek, ez a bukszajt mind teli van pénzzel, és én most cselekedni fogok. Hányan vagytok? Sokan, 50-en legalább. Osszad széje, mindenkinek ezred. Ezred! Figyelem, figyelem! Szavam van hozzátok! Ne féljetek, mert én nem ítélni akarok felettetek. Csak adni akarok én is. De amit tőlem kaptok, az nem pénz. Annál maradandó kincs. Úgy hívják becsület. Itt előttem pénzt kaptatok egy idegen embertől, aki politikusnak mondja magát, és békétlenséget szeretne felidézni közöttünk. Én nem vagyok politikus, csak szegény és hívő ember, aki a dolgozó és hívő emberek rendjét akarom. Ezt tanítottam nektek örökké, de a botlásaitokat is mindig meg tudtam bocsátani. Amint mondtam, most nem ítélek el titeket, csak felteszem becsületesen a kérdést. Azt hiszitek, hogy ingyen kaptátok ezt a pénzt? Azt hiszitek, hogy idejön egy idegen ember, és nem akar tőletek egyebet? Csak azt, hogy tegyétek zsebetekbe az ő pénzét? Most ne válaszoljatok, hanem gondolkozzatok. De amikor innét mindenki hazamegy, akkor kiki a saját hajlékába, kérdezze meg önmagától, hogy helyesen tettem-e, amit tettem. És mielőtt felelni fog önmagának, jusson eszébe, hogy én sem hirdettem sohasem az igazságtalan szegénységet, hanem igenis hirdettem, a becsület mellé kiharcoljuk a megélhető módot, mert ez jár nekünk Isten és ember előtt. Mert nem vagyunk mi koldusok, akiknek alamizsnát kell adni, amivel csak holnapig lehet élni. Nekünk ennél több kell. Mert mi nem csak holnapig akarunk élni, hanem fiainkban, unokáinkban, hosszú századokon keresztül. Nem idegen ember szava ez, hanem azé az emberi, aki vér vagyok a ti véretekből, és lélek vagyok a ti lelketekből. És ha kell, és ha embernek magyarul másként élhetünk, akkor fegyver lesz a kezetekben. Nagyságos úr, minek utána én fiaimban, s majd a unokáimban sokáig akarok élni, és azért Gáborral tartok, és visszaadom a pénzt. Nem veszett el még a magyar. Mit ugatsz, te kutya? Én nem igatok, csak bátra és tiszta szívből mondom itt mindenki előtt. Nem veszett el még a magyar. Igen! Alábbiasz, akkor többet nem kacagok. Ne beszélj! Ó, Istenem! Istenem! Igazán mennyire móka! Ne ugye? Noha nem sírsz, akkor itt megáll a gőzös.
Ellenben, ha rendesel, akkor... Akkor? Akkor a kerekeim alá kerül ott az a pár. Hallod-e te szép? Te kedves? Te jó hú a párna? Hallod, mit mond ez a rossz csúnya móka? Azt felelte, hogy egy szikrát sem fél tőled. Nem ez? De igen, de igen. No, csak azért. Jé, milyen szép az a hold! Mely? Igazán nem szép tőled, hogy csúfolsz engemet. Szép, szép, gyönyörű szép. Igazi nagy király, amelyik ilyen tallért veretett. Hát még a nap. Rám azt is látod? Megint csúfolsz. Hát, nem mondtad, hogy nézz oda. Hát még a nap. Igazán mindent rám fogsz. Én azt mondtam, hogy az illető király a holdnál is veretett nagyobb tallért. És arra mondtam, hogy az a nap. Pardon, bocsánat, mert így már mindent értek. És igazad is van, mert a nap már olyan nagy tallér, hogy azt fel sem lehetne váltani. Nagy okos, s rám a holdat fel lehet? Fel hát. S ugyan biz a mire? Csillagokra. Azt nem bánom. De ugye, hogy apró pénznek megjárjátok is. Te melyiket szereted a legjobban? Én? A gömcöt. Hát te? Én a fiastyúkot. Jó gazdaszony lesz belőled. El is gondoznám én, ne félj az ilyen fiastyúkot. És mit csinálnál véve? Hát tojatnám. És mindenki keletkor megültetném. Azt meg. És a végén úgy jelentnének a csillagok, hogy az emberek avval csúfolnának minket. Ha te olyan nagy okos vagy, akkor lám, mit csinálnál te? Lám, no! Hát én? Amit kell. Mert fognám az egész családot, és beléraknám a göncőszekérnek a derekába, és elvinném a városba, és eladnám a bótosnak. Kinek te? Én a bótosnak. Nem félsz te az Istentől? Én nem. Te miért haragszol? Nem akarom, hogy a fiasjuk is a bótosé legyen. Hát ezt te hol tanultad? Mit? Ezt a mérget. Én ott, ahol a rózsafája tanulja, hogy töviset teremjen. Igen, de a fő termése a rózsafának nem a tövis, hanem a rózsahécskán. Nekem azt nem kell mondani. Ha neked nem kell azt mondani, akkor nálad a rózsának mi felel meg? Az, hogy maradj ott az ágon. Megijedtél, ugye? Meg. Attól, hogy lehessen. Hát, mitől egyébtől lehetett volna megijedni? Hát, attól, hogy megcsókollak. Az igaz. Kedves. Szép kedves. Szép kedves madár. Szép kedves énekes madár. Te. Én úgy szeretnék valami erősen kedveset mondani neked. Hát mondjál! Mit mondja? Neked kell tudni. Móka! Móka! Én vagyok! Ha még annál is alájössz, akkor többet nem kacagok. Ne beszélj! Ó, Istenem, Istenem! Igazán ne gyere, Móka! Ne ugye! No, ha nem sírsz, akkor itt megáll a gőz, és ha azonban rendesen, akkor... Akkor? Akkor a kerekeim alá kerül az a párnahoz. Hallod-e, te kedves, te puha, te jó meleg párna? Hallod, mit mondott ez a rossz csúnya móka? Azt felelte, hogy egy szikrát sem fél tőled. Nem! De igen. No, csak azért. Jé, milyen szép az a hold. Meg. Igazán nem szép, hogy csúfolsz engemet. Szép, gyönyörű szép. Igazi nagy király ez, aki ekkora nagy tallért veretett. Hát még a nap. Te azt is látod? Megint csúfolsz. Nem te mondtad? Nézd, hát még a nap. Igazán, mindent rám fogsz. Én csak azt mondtam, hogy ez a illető király még a holdnál is veretett nagyobb tallért. Na arra mondtam, hogy az a nap. Na, így már értem. És igazad is van. Mert a nap már akkora nagy tallért, hogy ezt fel sem lehetne váltani. Nagy okos, tám a holdat fel lehet? Fel hát! S ugyan biz a mire? Csillagokra. Aztán bármi. Na ugye, hogy apró pénznek megjárják ők is? Te melyiket szereted a legjobban? Én a göncölt. Hát te? Én a fiastyúkot. Jó az asszony lesz belőled? El is tojatnám én, ne félj. Mi csinál? A fiastyúkot. Hát megültetném.
és a végén úgy elletnének a csillag, hogy javán csupolnának az emberek. S nagy okos, lám, te mit csinálnál vele? Lám, no! Hát, én azt, amit kell. Mert fognám a családot, beléraknám a göncös zekerinek a derekába, bébigném a városba, s eladnám a bótosnak. Kinek te? Én a bótosnak. Nem félsz te az Istentől? Én nem. Te miért haragszol? Nem akarom, hogy a fiastyúk is a bótossé legyen. Ezt te voltam mondta. Mit? Ezt a mérget. Én ott, ahol a rózsafája tanulja, hogy töviset teremjen. Hát de a rózsafának a nem a tövis, hanem a rózsafék termése hécske. Nekem azt nem kell mondani. Ha neked azt nem kell mondani, akkor nálad a rózsának mi felel? Az, hogy maradj ott az ágon. Megijedtél, ugye? Meg. Attól, hogy lesem. Hát mitől egyébtől lehetett volna megijedni? Attól, hogy megcsókollak. Az igaz. Szép kedves madár. Szép kedves énekes madár. Te! Én úgy szeretnék valami erősen kedveset mondani neked. Hát mondjál! Mit mondjak? Neked kell tudni. Fontos történetet mondok el, amely választad azokra a rossz indulatú híresztelgetésekre, melyek szerint Tamási, a fenti szellemet meghazudtolva, elárulta a szülőföldet és elmenekült onnan. Itt apám sorait idézem. 1944. október 7-én a délelőtti órákban a Deák Ferenc és a Betlen utca sarkán a mai Disztek házánál Tamási Áronnal találkoztam. A szokott baráti örvendezéssel fogtunk kezet. Majd félig tréfásan, félig nagyon is komolyan megfenyegetett. Remélem, nem szándékozol elmenni. Csodálkozva néztem rá, és válaszoltam. Nem, én itt maradok. Másnap értesültem, hogy Tamási már tegnap eltávozott. Mi késztette erre, nem tudom. Távozása megrendített, és nem változtatott el a távozásomon. Mi zajlott le az alatt a fél nap alatt, amely az apámmal történt találkozás és Tamási távozása között eltelt. Mint ahogy az utóbb kiderült, a románok egy listát állítottak össze a szovjet DKVD számára a veszélyes magyarokról, akiknek elhurcolását javasolták. A fővád az volt, hogy partizánokról van szó. Nyilvánvaló, hogy ő is a lista egyik kiemelt személyisége volt. Miskolci professzoréktől szerzett tudomást erről, és jobbnak látta a hirtelen döntéssel elhatározott távozást. Azokban a napokban nem volt sok idő mérlegelni. Bejegyzés Tamási naptárában 1944. október 7-én. Riadalom tetőfokán! Délelőtt egyetem hatás ágyúszó közben! Délután a Veres Lajos 6-es parancsnok plakátja, mely elrendeli, hogy 16-tól 60 éves korig mindenki jelentkezzen azonnal katonai szolgálatra. Erre a napra viradólag nem aludtunk sokat. Utazásról beszélgettünk Magdóval. Este Miskolc és Hajnal is azt tanácsolták, hogy menjek. Reggel 7:30 Molnár úr autóbuszán elhagytuk Kolozsvárt. Reggel egy katona jön, fegyvere nincs. Engem keres a katona. Azt mondja, művésznő küldte, Bajor Gizi, és azt üzeni. Jöjjön fel hozzám a Pilsudszky útra, aggódom magáért. A kiskapun jöttem be a villába. Fényes volt minden, a hó, a csend, és az én is. És bennem is valami. Gizi békebeli módban találtam. Csinos volt, és sugárzó, mintha színházba készült volna, hogy eljátsza valamelyik híres szerepét. Tessék parancsolni, kérem! Helyet foglalni! Ahogy ott ülünk szerény otthonában, ahol egyedül marad, ha a látogató elmegy, azt kérdezzük tőle, valójában miből él a magyar író?
Erre elmosődik, és azt kérdezi tőlük. És hogy miből él a mezők Liliuma? S ha már a Biblia felé közeledünk, gondolom feltehetjük neki azt a kérdést is. Miképpen vélekedik a keresztény szellemiség dolgában? Erről a szellemiségről... Mondja komoly szelídséggel... Azzal nem tudok megbékülni, hogy a kereszténységnek az eszmevilágát inkább ilyen apró gyakorlati kérdések megoldására pazarolják, ahelyett, hogy inkább a lélekben gyújtanák fel és gondoznák az isteni tüzet. A pünkösdi tüzes nyelvekre gondolok, mert azt hiszem, hogy a kereszténységnek, egyháznak, a híveinek és szolgáinak mindenek felett álló szerepe a pünkösdi tüzes nyelveké. Egyébként pedig irodalom és kereszténység valódi értelmében még a fogányoknál is. Végezetül munkáira és terveire vonatkozólag érdeklődünk nála, mire röviden így válaszol. Munkám egy költői regényben tavasz folyamán jelenik meg. Tervem sok munka, amelyek között első helyen áll egy menyei tudósítás az utolsó esztendőkről, és egy földi dráma az eszmék harcáról. Tervem az is, hogy ritkán nyilatkozzak újságban, de annál többet könyvben. És éve és helye, foglalkozása, lakása. Tamási Áron, farkaslaka, 1897. Kancsali Márta, író, Budapest, 12. kerület, Alkotás utca, 51/B. Ha! A gyanúsítotthoz, valamint az ügyben egyébként érdekeltekhez való viszonya? Érdektelen. Ha! Az eljárás tárgyához szolgáló bűncselekmény következtében kárt szenvedett-e? Nem. Ha! Felhívom figyelmét, hogy az írószövetséggel kapcsolatban tanúként fogom kihallgatni. Vallomását a valóságnak megfelelően tegye meg, mert a hamis tanúzás a törvény bünteti. A figyelmeztetést megértettem. Melyik írószövetségi küldöttségnek volt ön a tagja? Emlékezetem szerint 1956. október 30-án voltam a parlamentben, mint az írószövetség küldöttségének tagja. Velem volt Veres Péter, Éjés Gyula és talán Déri Tibor. Ezen alkalommal Erdély Ferenccel beszélgettünk, valamint Janza Károllyal, ugyanis érdeklődni akartunk a helyzetet illetően. Mivel pozitív választ nem kaptunk, ők maguk sem látták tisztán, így különösebb beszélgetés vagy megegyezés sem történt. 1956. november után, kb. December 4-én voltam Münich Ferenc belügyminiszternél. Éjés Gyula, Veres Péter, Tamási Lajos és Erdei Sándor írótársaimmal. Célunk volt a letartóztatásban lévő írók szabadlábra helyezésének kérelme, ugyanakkor átadtuk az Írószövetség két határozatát. Az egyik az Írószövetség működési formáját tartalmazta, a másik pedig a Gond és Hitvallás című írás. Én Tamási Áron fogalmaztam. A következő küldöttség 1957. január szintén a belügyminiszterre járt az irodalmi munka megindulása érdekében. Rajtam kívül a küldöttség tagja volt Éjés Gyula, Veres Péter, Bernát Aurél, Benjamin László, Erdei Sándor írók és mások, kikre nem emlékszem már. Ön hogy értékeli az ön által készített Gond és Hitvallás című írói nyilatkozatot, mely az írók ellenállásának alapját képezte a forradalmi munkásparaszt kormánnyal szemben? Én a magam részéről sem akkor, sem most nem tartom ellenállás alapnak. Ezen írás az írók erkölcsi és eszmei álláspontját tartalmazza. Ezen válaszát nem fogadom el, mivel a Gond és Hitvallás című nyilatkozat az ellenállás alapját képezte, káros nacionalista és szovjetellenes tartalma miatt. Ki vett még részt a Gond és Hitvallás című írás elkészítésében?
Az írást egyedül én fogalmaztam, az Írószövetség elnökségének kialakult véleménye alapján. Az elkészített fogalmazványt felülvizsgálására egy bizottság alakult. A Gond és Hitvallás című írást elküldtük a sajtónak, a rádiónak és a napi politikai lapok szerkesztőségeinek, azok azonban nem jelentek meg a nagy nyilvánosság előtt. Tamási Áron, akit nyilván azért hívtak be, hogy vallomástételre kényszerítsék Déri ellen, fura módon hatolt be a terembe. Megáll a teremajtóba, összeráncolja magas homlokát, az nagyon magas, azon nagyon sok ránc tud összegyűlni. Akkor előre lép, de nem a várható irányba. Nem a törvényszéki katedra felé, a mi irányunkba. Hátat fordít a törvényszéki katedrának, összeteszi a sarkát, és mélyen meghajol előttünk. Olyan mélyen, olyan hosszan, mint egy történelmi film szereplője a mágiára menő vértanúk előtt. Az elnök levegőért kapkod. Kérem, a bíróság itt ül, ezen az oldalon. Tamás Járon nem válaszol neki. Nyugodtan visszafordul a törvényszéki katedra felé. Ha jól emlékszem, célnakesztyűt von ki a zsebéből, és akkurátusan fölhúzza azt. Hallgatom kérdését! Mondja jegesen, racsolva. Hallgatom kérdését! Önmagunkat keressük. Lázas elmék és szívek kutatnak a nemzet legjobb erői után, és a megtalált erők kifejezési formáinkban jutnak. A művelődési minden nagy kérdésével szembe kell néznünk. A színház kérdése is ilyen. Nem vagyok színházi ember a megszokott értelemben, de a színház, melyben elevenné válik az alkotás, s amely a nemzetnevelés tiszteletre méltó helye, mélyen érdekel és sokat foglalkoztat. Ma erjed a világ, s más nemzetekkel együtt erjedünk mi is. Ebben az erjedésben az író tusakodva keresi azt az utat, melyen népének szelleme versenyt futhat, a maga eredeti színében. És közben a politika is buzgón kutatja az új társadalmi formát, melyben elültesse a maga előítéleteit, meg oly ritkán kedvezőek a szellemre nézve. A magyarság így várja jobb sorsát, melyet valóban meg is érdemel. Nekünk jutott ki, magyar íróknak, hogy őrködjünk a magyarság jó szelleme felett. Kiki hite és tehetsége szerint. Ebben az őrködésben nem csak nevelni szeretnénk, hanem művek is születnek. Főképp jobb nemzedéket szeretnénk nevelni, aki népével összeforja. Ebben az erjedésben írónak és színháznak is találkoznia kell. S ha már felkötöttem a kartet, a tollat, igyekeztem azt becsülettel használni. Óvakodtam mindentől, ami zavarhatná ítéletemet írói dolgomban. S ezért nem vállaltam soha hivatalt, s nem voltam tagja semmiféle pártnak. Hordozom a székelyek örökségét. A helytállást és a virrasztást hordozom. Hordozom, bár néha az a gyanú villan agyamban, hogy a tojás, mely felett őrködöm, nem zápult-e meg. Tűnődtem a világ sorsán, mert hol éjszakába, s hol biztató napfényre fordult. És próbáltam megfejteni az égi testekkel és naprendszerekkel behintett űrvilágot, bár haszontalan, mert ma sem tudom eloldani magamat a világ fájától, amelyre rá van írva, kezdetben vala az ige. Örökséget hordoztam, gondolkoztam, tűnődtem,
és magyarázatot kerestem. S néha írtam. Regényt, novellát, színpadi művet. Úgy 25 kötetre valót. Nem sok, de bizonysággal talán elég lesz arra, hogy születésem dolgában belássa a sors utólag a tévedését, s talán arra is elegendő bizonyság lesz, hogy magyar létemre sem viselkedtem illetlenül ezen a bolygón, amelynek vendége voltam.